A keresztszelvények terepvonalának megszerkesztését követően a hosszelvény terepvonalak megszerkesztését végezzük el, és ezt mutatom be a következő videóban. Ehhez hívjuk be a letölthető állományok közül a hosszelvény alulvonás forma elnevezésű DVG fájlt, amely most a képernyőn látható, illetve hívjuk be a KS terepvonalak kész, illetve a KS terepvonalak azon azt a nevű fájlt, amelyik tartalmazza a keresztszelvények terepvonalait. Ahogy látható a képernyőn, már a hosszelvény keretformátuma rendelkezésre áll mindenki számára. Ebből a formátumból látható, hogy egy A4 magasságú csíkról van szó, ha kinyomtatnánk, papírcsíkról van szó, amely tartalmaz egy keretvonal rendszert. Az alsó keretvonal a szelvényezés ábrázolását mutatja be, tehát itt láthatjuk nullkörrel, egy-egy kis nullkörrel ábrázolva a kerek hektométer pontokat. A fejlécben, amely itt fölül látható, pedig majd a hosszelvény egyenlejtésű szakaszaira vonatkozó információk kerülnek a továbbiakban. Milyen méretarányról is van szó itt a hosszelvényben? Látható, hogy az első formátumnak a jobb szélére ide van írva, hogy hossz értelemben 1 az 1000-es a méretarány, magassági értelemben pedig 1 a 100-as méretarány. Láthatunk itt már előkészítve egy magassági skálát is, úgy, ahogy az a keresztszelvények kezdő formátumában is látható volt, minden magassági érték kinullázva, illetve láthatunk itt, ha belenagyítunk, láthatunk itt még az alapvonaltól fölfelé, tehát a százas szelvények az alapvonal, közbenső szelvények, ugye a százas szelvényen belüli szelvényezési értékek, terepszint mérőjegye, amely következik a keresztszelvények terepvonala, terepvonalának és a tengelynek a magasságából, amit fel van tüntetve a keresztszelvények terepvonalánál, a pályaszint mérőjegye, amely majd a tervezés során fog kialakulni, és a kettő különbségét képező töltés és bevágás mértéke a következő helyekre, attól függ, hogy töltés vagy bevágás van adott keresztszelvényben. Az első lépés legyen az, hogy a keresztszelvény, kész keresztszelvény telefonalak segítségével a hosszelvényben ábrázoljuk az egyes szelvényekhez tartozó függőleges ordinátákat. Ehhez tegyük ablakossá a két rajzot, ablak, függőleges mozaik szerű elrendezés. Nagyítsunk bele úgy a keresztszelvény telepvonalak rajzba, hogy láthassuk egyrészt a szelvényezési értéket, másrészt a terepszintnek a magassági értékét. Térjünk vissza a hosszelvény forma rajzba. Nagyítsunk bele a nulla hektométer pont, tehát a kezdőszelvénynél a dupla nullkör fölötti vonaldarabra, és a HO részletpont fóliára, amely így jelenik meg mindenkinél, mint kezdő fólia, rajzoljunk egy vonalat. Ez egy mérővonal lesz. A fogóknál a végpont legyen bekapcsolva, illetve ugye a merőleges van bekapcsolva, de kontroll lenyomása mellett jobb klikkel most hozzuk be a középpont fogót, és a dupla nullkör középpontját fogjuk meg. Tehát rajzoltunk egy vonalat, az első rövid kis függőleges ordináta, ezek 5-5 egységnyi hosszúságúak, erre rajzoltunk rá egy mérővonalat. Ennek az volt a célja, hogy
ezzel a vonallal, párhuzamos rajzolásokkal állítsuk elő a jobb oldalon látható szervényezési értékeknek megfelelő távolságra nulla ponttól a szervényekhez tartozó függőleges ordinátákat. Jó, visszavehetünk itt a nagyításból, hogy azért többet láthassunk, és kezdjük el felrakni az egyes szervényezési értékeket. Az nulla utáni első szelvény, itt a kereszt szelvényekben a 0 plusz 20, tehát itt a hossz szelvénynél hozunk párhuzamost 20 autókedrajzi egységgel, ugye ezres méretarányban vagyunk, tehát ahány autókedrajzi egység, annyi méter a valóságos távolság. Kattintsunk a most berajzolt mérővonalra, mozdítsuk el jobb irányba, jobbra a szálkeresztet, megvan az első párhuzamosunk. Parancsismétlés, tehát space vagy enter billentyűvel lezárjuk a parancsot, és egy újabb space billentyűvel pedig újra aktiváljuk ezt a parancsot. Jön a következő szelvény, az a 40-es. Majd az 58.11. Térjünk át a keresztszelvények ablakba, nézzük meg, hogy van-e az első keresztszelvény oldalon még szelvény. Ha nincs, akkor mielőtt rátérnénk a második keresztszelvény oldalra, nagyítsunk bele olyan mértékben, hogy jól látszódjanak a szelvényen kívül a szelvényekhez tartozó terepszint magasságok. Majd itt a hossz szelvényben a kezdőpontból induló rövid függőleges, majd hosszú ordináta vonalakat jelöljük ki másolásra, tehát egy másol parancs. Nem akarunk többet kijelölni. Mi lesz a bázispontunk? Az első 5 egységnyi vonaldarabnak a felső pontja, és másoljuk át ezt a második szelvényezési helyre. Tegyük át a HO keretfóliáról a HO részletpontfóliára, majd másoljuk még át az egyes közbenső szelvények, illetve magassági értékek helyének meghatározásához az első szelvényre névő számokat. Jó, így kaptunk egy olyan másolandó elemet, amelyet a további szelvényekben is átmásolhatunk. Ha ez megvan, akkor kitölthetjük a közbenső szelvények értékeit, tehát az első szelvény lesz dupla klikkel, ugye megszerkesztjük ezt a számot 20,00, a következő 40,00. Mit láthatunk még? Láthatjuk a nulla kezdőpontnál 200-as az érték, ugye ez marad, 200-as a magasságérték, a 20-as szelvényben 200,50. A 40-es szelvénynél pedig 200,97-es. Jó, ennyit tudtunk egyenlőre beírni. Nézzük a további szelvényeket. Jön a 0 plusz 58,11, ugye ezt már felhordtuk. Tehát beírjuk 58,11. Magassági értéke pedig 201,37-es. Jó, az első keresztszelvény oldallal végeztünk. Még egy keresztszelvény oldalt bemutatnék. Először olyan nagyításba menjünk, hogy mindegyik szelvény a keresztszelvény oldalon látszódjon, és e szerint tudjuk majd
itt a hosszelvényen is a szelvények helyeit kijelölni, tehát ismételten párhuzamos rajzolás. Most viszont 73.11-el, majd 88.11-el, a következő szelvénynek az értéke már az 1 hektométer után foglal helyet, ehhez az 1-es hektométer pontba másoljunk át egy mérővonalat, és most már ugye ezzel a mérővonallal húzunk majd párhuzamost, de most az első szelvénynél az 1-es hektométer után 3.11-jel. Majd az 1 plusz 18-al, vagyis hát 18-al, 18.11-jel, és a utolsó az pedig 25.16. Jó, tehát két keresztelvi oldallal végeztünk. Másoljuk át az előbbi módon az ordinátákat és a számok helyeit. Ahogy végeztünk, egy-egy hektométer szelvénnyel, vagy azzal a párhuzamosok rajzolásával a mérővonalat kitörölhetjük. Hogy ez már a későbbiekben ne legyen zavaró, hogy belelóg a nullkörbe. Jó, írjuk át akkor a továbbiakban a magasságokat. Tehát a 73, tehát az 58-11 után jön a 73-11. Aminek a magassága 201,85. A következő szelvény a 88,11. Aminek a magassága 202,09. És jön a 1-es hektométer után 03,11, amelynek a magassága 202,54. Jó, nézzük a további két keresztszelvényt. A második keresztszelvény oldalon, tehát itt lesz a 1 plusz 18,11, tehát ide 18,11 kerül, amelynek a magassága 202,84. És a második keresztszelvény utolsó szelvénye az 25,16, ennek a magassága 203,00. Jó, az első két keresztszelvény oldallal végeztünk. Így kell, ez alapján kell folytatni a legutolsó szelvénnyel bezáróan, amely legutolsó szelvénynél majd visszanagyítok itt a hosszelvényben. Az utolsó szelvénynél ugye egy dupla nullkörrel fogjuk majd lezárni a hosszelvénynek az alapvonalát, és ugye ehhez a függőleges ordináta is majd ugyancsak a kezdő ordinátához hasonlóan bíbor színű lesz.
Jó, a továbbiakban a keresztszervények telefonala már nincsen szükség, ezt kikapcsolhatjuk, nem mentjük el, és hozzuk be akkor a hozszervényünket, a továbbiakban ezen fogunk tevékenykedni. Célszerű ezt a rajzot most már más néven elmenteni, file, mentés másként, méghozzá úgy, hogy a vezetéknév keresztnév kezdőmetői alulvonás hozszervény legyen a rajznak az új neve. És kezdjük el a egyes magassági szintek felhordását, majd a telefonal megrajzolását. A telefonal megrajzolásához hozzunk létre egy új fóliát, amely új fóliának a neve legyen HO alulvonás terep. Jó, a színe az legyen, maradhat ugyanúgy fehér, ahogy ezt felkínálta az AutoCAD. És zárjuk be a fólia kezelőt. Megvannak a felhordott szelvényekben a függőleges ordináták. Ezekre az ordinátákra kell felmérni a magassági lépték segítségével az egyes szelvényekhez tartozó terepmagasságokat. A magassági skálát el kell készíteni, tehát be kell írni magassági értékeket. Hát indulunk a 200-tól, tehát az első a 200-as szelvény. Itt a formátum, tehát hozszelvény formátumában láthatjuk, hogy hol kezdődik el a magassági skála. Ha távolságmérést beütjük, akkor megnézhetjük a magassági skála legalsó szintjét, amelyik függőlegesen 15 autókedre az ijegységre van a hosszú függőleges ordináta als aljától. Nézzünk föl a tetejére is ennek a keretnek. Itt pedig a legfelső szintnek a távolsága pedig jelenleg 27 autókedre az ijegység. Még egy magassági léptéket lehetne menni, de itt is minimálisan tartsuk be a 15 autókedrajzi egységet. Annak érdekében, hogy a tervezendő pályavonalnak, pályavonal töréspontjának a szelvényértéke és alatta a magassága az ide elhelyezhető legyen, nem lóghat bele a rajzba. Készítsük el akkor a magassági léptéket, indulunk tehát a 200-tól, kettő nulla egy, kettő nulla kettő, kettő nulla három, kettő nulla négy, és így tovább. Egyre nincs többre szükségünk, mert a legnagyobb magasság az 203 méter a legutolsó szelvénynél. Hogyan rakjuk fel a magassági értékeket? Úgyhogy a magassági szintekkel húzunk párhuzamost. Az első szelvény pont a 200-as szintről indul, tehát itt nincs szükség arra, hogy párhuzamost rajzoljunk. Rajzoljunk egy vonaldarabot, VO vonal, kiindulva a 200-as szintnek a kerethez közelebbi végéről, és mivel be van állítva a merőleges fogó, vagy ha nincs, akkor állítsuk be, akkor merőlegesen elérjük a kezdő ordinátát. A következő az a 0 plusz 20-as szelvény, magassága 200,50, húzzunk párhuzamost, tehát akkor 5 autókedrajzi egységgel a 200-as szinttel. Ha ez megvan, akkor az elér parancsal, elér parancsal éressük el a 20-as szelvényhez tartozó függőleges ordinátát.
Jön a 40-es szelvény, ennek a magassága 200,97. Hozzunk párhuzamost. 9,7 autókedvezi egységgel a 200-as szinttel és az elér parancsal éressük el 40-es szelvényt. Ugye figyeljünk arra, ha ilyen közel esik egy kerekmagassági szinthez az adott szelvény magassága, akkor bele kell nagyítani, hogy megfelelő szintet, tehát jelölő vonalat hosszabbítsuk meg. Jön a következő, az 5811-es, ennek 201,37, tehát a 201-gel húzunk párhuzamost, 3,7 autókedrajzi egységgel. 3,7, 2,1-es még nem lett jó. Megtörtént, elér parancs. Jön a 7311-es szelvény, 201,85. Tehát 8,5 autókedrajzi egységgel húzunk párhuzamost. Elér parancs. Következő az a 8811-es, az 202,09. Párhuzamos 0,9. Jó, és elér parancs a megfelelő ordinátáig. És akkor van még három szelvény. 202,54, tehát 5,4 ausi egységgel kell párhuzamost húzni. És az elér parancsal eléretni a szelvényhez tartozó függőleges ordinátát. Jön a következő szelvény 202,84, tehát 8,4-del. Az utolsó szelvény a 203-as szinttől, tehát itt akkor párhuzamos nem kell rajzolnunk, a 203-as szinttől rajzolunk egy vízszinteset egészen a eddig berajzolt szelvényhez tartozó függőleges ordinátáig. Jó, és így tovább. A következő lépés az, hogy a létrehozott HO terep fóliára egy vonalláncot rajzolunk, VL vonallánc. Az ortót kikapcsolhatjuk, és rajzoljuk be az egyes szelvényekhez tartozó ordinátákon kapott metszéspontokat, kössük össze ezzel a vonallánccal. Jó. És így tovább, ugye lehet folytatni. Hamarosan be fogom mutatni a kész keresztszelvény telepvonalat tartalmazó rajzot. Előtte azonban akkor nézzük, hogy hogy lehet tisztázni ezt a rajzot. Egy metsz parancsal, parancsot követően jelöljük ki a berajzolt
vonalláncot, terepvonal vonalláncot, legyen ez a metszővonal, és jelöljük ki az összes függőleges ordinátának azt a részét, amelyik a szint fölé esik. Ugyanígy, amit berajzoltunk itt az elején a 200-as szinthez, illetve az összes többi berajzolt szintet, figyelve arra, hogy magassági szintet ne töröljünk ki, töröljük ki az összes többi nem szükséges vonalat. Ha a terepvonalunk megvan egyelőre, akkor figyeljünk arra majd, hogy a kerek hektométerektől kiinduló függőleges ordinátákat az elér parancssal meg kell hosszabbítani a terepvonalig. Tehát minden kerek hektométer pontból a terepvonalig fog tartani ez a függőleges ordináta. Mit kell még a terepvonalról tudni? Azt a következő már kész terepvonalat tartalmazó rajzon fogom bemutatni. Ehhez én ezt behívom. Jó, tehát most az a rajz látható a képernyőn, amelyik már tartalmazza a kész hosszelvény terepvonalat. A magassági skálát, illetve az látható még itt, egy fontos megemlítendő dolog, az az, hogy a formátumból ne menjünk ki, és még a kerettől való távolságot is be tudjuk tartani, ugye ezt a nagyjából 15-20 autókedre az egységet. Ehhez az kell, hogy a terepvonal rajzolását meg kell törni. Ez azt jelenti, hogy elérünk egy adott keresztszelvényig, amelytől már egy újabb magassági skálát kell elhelyezni. Itt figyeljünk arra majd, hogy az első szakasznak a terepvonal szintje az ugyanabban a szintben folytatódjon, tehát itt látható az, hogy hol törtük meg, ugye ebben a szelvényben, 3.14.61-ben, a 3.14.61-ben magasság 209,10, tehát a 209-es szinttel távolságmérés 209-es szinttől megmérjük magasság különbséget. Itt olvashatjuk a delta y-on, hogy 1,00, ugye százas méretarányban osztani kell ezt az értéket 10-zel, tehát ez 0,1, tehát 209,10. Nézzük meg a másik magassági értéket is. A 209-es szinttől ugyancsak 10, tehát erre figyeljünk oda. Ennek megfelelően alakul a magassági skála. A magassági skála elhelyezését azt mindenki saját maga dönti el, nem kell azonos szintben lenni, de lehet azonos szintben is. Át lehet másolni a magassági szintek vonalait, csak a magassági értékeket kell majd ide feltüntetni. Hiszen a továbbiakban erre a terepvonal szakaszra már, amit most kijelölök, már ezt a magassági skálát kell majd használnunk. Jó, mit tartalmaz még a hosszelvény? Az elmondottakon kívül, ezen a kész rajzon látható, hogy tartalmaz egy úgynevezett ívdiagramot. Az ívdiagram az tulajdonképpen nem más, mint annak a bemutatását szolgáló rajzi részlet, hogy melyik szelvények vannak egyenesben, és mely szelvények vannak ívben. A rajzolása, ahogy itt a mintán látható, ugye úgy történik, a jelmagyarázatban fel is van írva, hogy a középső vonal az egyenes, attól fölfele bal ív, lefele pedig jobb ív
ívet fogunk rajzolni, ugye mindenkinek ellenirányú két darab íve van, ami ellentétes irányú, tehát először van egy tiszta körívünk, ennek a szervényezési értéke ugye az megvan, az ugye 58-11, rajzolunk ortóval egy függőlegest, párhuzamos rajzolással ki tudjuk jelölni a hosszát, amely 134-10, de meg is van a szervényezési értéke, hogy az, mi az, az ív végének a szervényezési értéke, tehát rajzolhatunk egy függőlegest, és a távolság az egyenestől 10 autóked rajzi egység, lefele, illetve 10 autóked rajzi egység fölfele. Jó, a tiszta körívnél, ahogy látható, egy meccparancssal lehet lemecceni, nem szükséges részt. Igen. Csak már itt a kész egyenesen húztam párhuzamost. Jó, tehát le lehet mecceni, és a, itt a mintarajzon a HM pontokon vannak rajta függőleges ordináták, tehát hogyha tiszta körívünk van, akkor így jelöljük, ha átmenetíves körívünk van, akkor pedig az átmeneti ív főpontjainak megfelelően az átmeneti ív eleje és az átmeneti ív vége szelvények között egy ferde vonal ábrázolja az átmeneti ívet. Mit kell még feltüntetni az ívdiagramon? Ja, fel kell tüntetni az alfa középponti szöget, a sugarat és az ívhosszt. Ugyanígy az átmenetíves körívnél, ugye alfa középponti szög, paraméter sugár per paraméter formában a sugarat, illetve az ívhosszat itt is, illetve az egyeneseknek a hosszait. Ugye ezek az értékek már a szervezési jegyzőkönyvből jönnek. Jó, még a helye lenne fontos, hogy hol van. Hogyha az alsó keretvonaltól a HO keretfóliára rajzolunk egy vízszintest, és hozunk párhuzamost ezzel 20 autóked rajzi egységgel, akkor ez kijelöli az egyenesnek a helyét, illetve, hogyha lemérjük a távolságot a alapvonaltól, ott szintén 20 autókedre az egységet tudunk mérni. Ha rajzolunk egy vonalat, az első, a kezdő rövid ordináta végétől egy ortóval, akkor ez pontosan kijelöli az ívdiagramon is a kezdőpont helyét. Továbbiakban erre nincs szükség. És a továbbiakban, ha az egyenesünk megvan, akkor ezzel párhuzamos rajzolásokkal tudunk balívet, tíz autóked rajzi egységgel balívet, még egyszer tíz autóked rajzi egységgel, hogyha jobb ívünk van, akkor jobbra húzunk párhuzamost, a hosszat pedig kijelöli az íveleje és ívvége szelvényértékéhez húzott függőleges ordináta, illetve ortóval rajzolt függőleges, ott lemetszük a előbb látható módon néz ki, és az előbb látható szöveget tüntetjük fel hozzá. Jó, tehát ezzel a hosszelvény terepvonalnak rajzolását befejeztük. Zárásképpen akkor még egyszer vessünk egy pislantást a kész hosszelvény terepvonalra, tehát
Ez lesz a következő feladat. A jövő hét közepéig ezt meg kell rajzolni, hogy a péntek az szünnap, ahhoz, hogy a jövő héten megküldendő hosszelvény tervezési videó alapján majd a szünet utáni héten, pénteken meg lehessen csinálni majd a hosszelvény végleges pályavonalát. Köszönöm a figyelmet!